és a szünet után már is folytatódik a Gerilla Bár itt a Pesti TV-n. Itt van velem Fekete Bori, akinek olyan jó dolga van, kapja a bókokat, csokit kaptál a fiúktól, a stábtól. Igen, mindig kapok vizet. Mindig kapunk vizet. Megérdemeljük mi ezt szerintem. Jó, meg. Meg. És megérdemelnénk azt is, hogy végre valaki megtanítson minket rajzolni. Micsoda átkötés. Micsoda átkötés. Ugye? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled. Dorogi Andrea megérkezett. Szia, köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Ugye mondtam már a felvezetőben, hogy állítólag mindenki tud rajzolni, illetve a rajz nagyon jó stresszoldó. És én mondtam szintén a felvezetőben, hogy aki engem megtanít rajzolni, aki, hogyha pálcika embert rajzol, azt előbb nézik mondjuk orosz harci tangnak, mint mondjuk pálcika embernek, hogy hogy lehet megtanítani mindenkit rajzolni, vagy mindenki tud rajzolni, igaz ez valóban? Mindenki tud rajzolni, abszolút megfigyelés kérdése az, hogy tudsz-e valósághűen rajzolni. Ugye ez az egész rajzolás kérdés, ez onnan indul, hogy gyerekkorban mindenki rajzol, és ezeket a gyerekkori rajzokat úgy hívjuk, hogy sablonrajzok, de ennek a sablonrajzoknak az a nagy jelentősége, hogy segítenek a gyerekeknek abban, hogy a finom motorika fejlődjön, és a kézírása megtanuljanak írni később. És amikor 10-12 éves korban eljön az az időszak a gyerekek életében, hogy szeretnének valósághűen rajzolni, és nem csak fejből irkafirkákat rajzolni, akkor már ezek a sablonok annyira mélyen beleívódtak a tudatalattiba, hogy már a sablonokat rajzoljuk akkor is, amikor azt kéne rajzolnunk, amit látunk. Aha. És ahhoz, hogy ezeket felül tudjuk írni, ezeket a sablonokat, ehhez ilyen különböző trükköket lehet alkalmazni a jobb agyfeltekés rajzolásban. Vannak olyan fogalmaink, hogy negatív tér, pozitív tér, és igazából rajzolás közben, hogyha negatív terekre figyelünk, akkor sokkal jobban fogunk tudni elkezdeni rajzolni, mert a negatív terek azok mindig olyan amorf, semmihez sem hasonlítható formák, amire nincsen rajzsablon. Én abban jó vagyok. Igen. Miért van az, hogy az iskolában, mondjuk középiskolás emlékeim vannak erről, sőt általános iskolás is már, hogy csak az számít szépnek, ami élethű. És nagyon remélem, hogy már nem itt tart az oktatás etéren, de ez is egy indok volt, amiért ilyen iskolát alapítottál? Szerintem ez szubjektív, hogy mi a szép, tehát ez így nem értékelhető szerintem, hogy mi a szép. Hát ez az, mégis kettes kaptam az almára. Hát ez az. Mi volt a másik kérdésed? Hogy ez is sarkalt arra, hogy iskolát alapítsál rajz iskolát? Ami engem az iskolai alapításra sarkalt, az, hogy én eredetileg pénzügyi és számviteli főiskolát végeztem, és dolgoztam is a szakmában nagyon sok 7 évig. Egészen addig, amíg a nagyon sok túlóra és nagyon sok munka odáig nem vezetett, hogy tudod, ilyen szívszorító érzés a mellkasodban. Pánik, igen. Pánik, igen. És amikor elmentem orvoshoz, akkor azt mondták, hogy nyugi, nincs semmi baj a szívednek, de hogy ez ilyen stresszbetegség, és hogy szedjek nyugtatót. És akkor még ilyen 20 éves voltam, 28-29 éves voltam, és gondoltam, hogy talán ez nem kéne, hogy így legyen. És én gyerekkoromban imádtam rajzolni, szerettem rajzolni, és akkor azt mondtam, hogy felnőtt koromban keresek valami olyan tevékenységet, ami megnyugtat és kikapcsol, és így alakult, így indult a rajzolás, és aztán a rajzolásból pedig egy rajziskola született. Rajzolás kapcsán egy negatív élményem van, szüleim mesélték. Csak egy, aztán jött a többi, ebből kifolyólag. Óvodába jártam, és akkor mondták, rajzoljunk egy embert. Szüleim mesélték, hogy az így volt, hogy én rajzoltam egy csizmát, és bele egy fejet, és utána a szüleimet behívták az óvodába, hogy akkor kéne a gyermekről beszélgetni. Szóval egy nagy művész veszített a világ. De azóta jól vagy. Bori, tudod. Nagyon jó magyar szakemberek vannak, ezt szoktam mondani. Igen, köszön, meg van itt a rajzolás, ami akkor orvosilag kimutatottan. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni. Így van. Így van, igen. Lemértük pár évvel ezelőtt az agyműködésünket rajzolás közben. Csináltunk egy kísérletet, és az volt a kísérletnek a lényege, hogy három tevékenységet hasonlítottunk össze. Az egyik az, hogy számítógépen rajzoltunk, vagy számítógépen dolgoztunk. A másik az, hogy olvastunk szórakoztató irodalmat. A harmadik pedig az, hogy rajzoltunk. És mindegyiknek megvoltak az agyműködései, hogyan működik az agy. És azokat az eredményeket hasonlítottuk össze, ami csak rajzolásnál jelentkezett. És az egyik ilyen kimutatható eredmény az volt, hogy egyrészt a rajzolás az erős koncentrációval jár, másfelől pedig erősen stresszcsökkentő hatása van, mert hogy nagyon erős alfa-agy hullámok keletkeztek. És ami még izgalmas volt ebben a kutatásban, az, hogy nem csak az, hogy
a béta agyhullámok erősödnek, az alfa agyhullámok erősödnek, hanem az is, hogy amikor az agynak az egyik területe elkezdett valamilyen tevékenységet végezni, akkor egy idő után ugyanazokat a hullámokat átvette az másik agynak a területe is, tehát igazából összehangolja az agyféltekéknek a működését a rajzolás, és ezt így EG-vel, géppel ki is tudtuk mutatni. Átmegyünk már szinte ilyen tudományos felvilágosító műsorban. Innen folytatjuk, szerintem jó. Van még egy csomó kérdésünk, ugye van a jobb agyféltek és rajzolás. Miért van az például, nálam legalábbis ez volt, hogy tanulás közben mindig rajzoltam, firkálgattam, meg hogy mit rajzol az ember, ugye az sem mindegy, ugye nyilván szakemberek erről szintén tudnának nyilatkozni, úgyhogy innen folytatjuk, nem is olyan sokára. Mi pedig megyünk tovább, hiszen jön Szakár Bori és a Trending. Arról beszéljünk most, hogy az iskolátokba, akik mennek hozzátok felnőttek, milyen céllal mennek oda, hogy meg szeretnének tanulni rajzolni, nyilván először ezt mondják, de utána ti jobban beleláttok, hogy lehet, hogy nem is a rajzolás megtanulás az első motiváció, hanem akkor mi? Igen, arra... Úgy bekérdeztem. A rajzolásnak kettő eredménye van. Igen. Az egyik ugye a maga a mű, a produktum, amit létrehozunk, a másik pedig az a folyamat, amit közben átélünk. Uh-huh. És ugye kinek mi az erősebb? Hogy van, akinek a produktum az erősebb, hogy azt szeretné, hogy a rajzot szeretné megtanulni, valaki meg a hatást, amit közben átél, azért jön megtanulni. Vagy a közösségi élmény. Vagy a közösségi élményért, igen. És egyébként ahhoz, attól függően, hogy mindenkinek van valami élménye gyerekkorban a rajzolásról, ugye ti is elkezdtétek nekem mondani itt, hogy... Mondtam, Bori. Hogy milyen hatások értek benneteket, és hogy attól függően, hogy gyerekkorban sikerélményed vagy kudarcod volt a rajzolásban, más motivációval indulsz neki felnőtt korban a rajzolásnak. És hogy általában akinek kudarc élménye volt a rajzolásban, ő azért jön el rajzolni felnőttként, hogy felülírja ezt a kudarc élményt, hogy önbizalmat szerezzen. Aki meg sikerélménye volt a rajzolásban, ők ketté szakadnak abból a szempontból, hogy ha jól van, akkor neki fontosabb lesz a mű, a produktum, amit létrehoz. Hogyha pedig éppen kisiklóban van az élete, akár egy válás, egy gyászfeldolgozás, betegség, akkor meg a rajzolást használja arra, hogy megnyugtassa magát. Mert ugye van egy ilyen kutatás is, a Csíkszentmihályi Mihálynak van egy ilyen kutatás, hogy kik azok az emberek, akik igazából elégedettebbek, boldogabbak az életükbe, és azt találta ebbe a kutatásba, hogy azok az emberek, akik elégedettebbek, akik képesek az elmélyülésre. És az elmélyülés az lényegében azt jelenti, hogy belefeledkezek valamibe. Mindegy, mi az? Csak... Mindegy, hogy mi az, belefeledkezek valamibe, és közben megfeledkezem önmagamról, meg a saját hát problémáimról. Hát igen. Ez a legnehezebb a mai kor ember igen. számára. És hogy ez a szerintem a kulcsa szerintem a rajzolásnak, hogy belefeledkezek valami másba, hogy nem magamon kattogjak. Persze. Én azt gondolom egyébként, hogy főleg nők járnak. Tévedek, vagy nem járok messze? Ez így van, többsége nő. Ez így van. Lehet csajózni. Lehet. Hogyan zajlik nálatok az oktatás? Hány tanár van, ők rajztanárok speciálisan, és hogyan zajlik egy foglalkozás? Hárman vagyunk oktatók az iskolánkban, egyikőjük rajztanár, de ő... Nem árt. De hogy ő meg sok belecsömörlött az iskolaira az oktatásba, és inkább ezt a alternatív rajzoktatást választotta, és ketten a férjemmel tanítunk még. Nekünk egyikünknek sincsen rajztanári végzettsége, autodidakta módon tanultuk mi is, és pont azért, mert autodidakta módon tanultuk meg ezt a rajzolást, pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy akinek nincs ilyen művészi előképzettsége, vagy amire azt mondjuk, hogy úgymond nem tehetséges, hogy milyen problémák lehetnek a rajzolás festés terén, és nagyon racionálisan és jól el tudjuk magyarázni azt, hogy mire figyeljenek. Valahogy úgy érzékelem ebből a beszélgetésből, hogy kicsit nektek itt pszichológusnak is lenni kell. Ez így van. Igen, egy idő után, tehát először, persze, amikor először találkozunk valakivel, akkor a felszínt kapargatjuk, de amikor már többször jön el valaki, és elmondja a motivációját, hogy ő miért akar valójában megtanulni rajzolni, akkor azért nagyon sok minden kiderül. Vagy volt olyan, hogy valaki bement, és az alkotás közben mondjuk kirohanzokokba, mert valami persze. olyat... Volt ilyen. De persze, nagyon. Megmondtad, hogy ti a férjeddel is tanítotok, mutattok párfogást, hogy ti miért álltatok ennek neki? És miben segített nektek? Ugye nekem az volt ez a stressz csökkentés, hogy a munkahelyi stressz igen, valahogy le kelljen, valamit levezetni. Férjedem pedig átment a te stresszed, gondolom. Vagy amit, ja, igen, az is lehet, hogy átment az én stresszem. Neki is meg volt az az élménye, hogy szeretett rajzolni gyerekkorában, és ő hobbiból ki akarta próbálni, hogy mit ad neki a rajzolás. És aztán ez lett belőle.
És gondolom, már magas szinten vagytok, nem? Tehát már régebb óta csináltok, tehát azért már meg is lehet mutatni azokat, ugye láttuk is az előzőekben bejátszót, tehát most már azért nem is szégyellitek azokat, amiket csináltok, munkákat. Nem, egyáltalán nem. Mondod, hogy felnőttek járnak főleg, de milyen korosztály, vagy van valami plafon, hogy mondjuk 70 évesen már nem mehetek? Hát képzeld, hát a 80 éves volt a legidősebb diákunk eddig. Lehet tényleg? Igen. És higgyétek el, hogy az idősebbek precízebben, pontosabban, jobban odafigyelve csinálnak, mint a fiatalok. Egészen más attitűddel rendelkeznek még. Persze, teljesen. Uh-huh. Hát ez nyilván életbéli, tehát hogy a életkorbéli sajátosság, igen, hiszen ugye ők még dolgoznak, kattognak, gyereknevelés, nyugdíjaskorban nagyobb valószínűséggel jobban ezeket már el lehet felállítani, és ez a fő projekt. És a témákat ti választjátok ki, hogy éppen miben szeretnétek alkottatni? A különböző típusú tanfolyamaink vannak, amiben hogy lehet tanulni rajzot, akrilfestés, olajfestés. Ugye, több módszer van, több technika, több eszköz van, és mindig van egy gyakorlókép, ami ugyanaz mindenkinek, azon keresztül tanuljuk meg az adott eszköznek a használatát, de utána már szabad a vásár, tehát utána mindenki azt csinál, ami neki. És akkor csönd van, vagy szól valami aláfestő zene, hogy képzeljük el? Nem szól aláfestő zene, amíg tanítunk, addig mi magyarázunk, utána meg már inkább csönd van, vagy ilyen kisebb beszélgetések alakulnak ki. Még ami felmerült bennem kérdés, hogy ide be lehet kapcsolódni egy-két alkalomra, vagy itt kurzusok vannak, mit tudom, 1-től 8 óra, és akkor az egy etap, az egy szint, és akkor megy a következő, vagy hogy van ez? Van egy alaptanfolyamunk, amikor megtanítjuk azt a látásmódot, amire mi azt gondoljuk, hogy minden alkotó tevékenységnek az alapja, és akkor ha az alaptanfolyamot elvégezte valaki, akkor utána már bármilyen irányban, bármilyen technikát megtanulhat. Összefoglalva, akinek ajánljuk, tehát aki stresszes, mindenképpen jó, tehát aki úgy rajzol, hogy a konkrétan átüt a lapon, és már mondjuk az asztal alját, vagy a laminált parkettát karcolja a tolla, tehát annak, kinek még? Hogyha például gyerekekről van szó, akkor gyerekeknek 10 éves kor fölött ajánljuk ezt a módszert, és hogyha például koncentrációs problémák vannak gyerekeknél, akkor ez nagyon jó a rajzolás, tehát ilyen ADHD vagy hasonló problémás. Elég sokan mostanában ADHD-s gyerek egyébként. Igen, tehát én is látom, tehát sokkal nehezebben tudnak odafigyelni hosszabb ideig, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt a gyerekek. A felnőtteknek meg hát melyik, ami fontosabb, hogy a produktum, amit létrehoznak, vagy az élmény, amit közben átélnek, hogy nagyon sok motiváció van, hogy miért szeretnének az emberek rajzolni, tanulni. Tény, hogy ti mindenben is tudtok segíteni, úgy érzem. Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy olyan programunk, hogy az volt a célunk, hogy minden művészeti eszköz megtalálható legyen egy helyen, és van is egy ilyen programunk, ahol nem csak különböző technikákat tudnak megtanulni az emberek, hanem túl tudnak jutni azon, hogy a jobbagyféltek és rajzolás sokszor azt szokták mondani, hogy másolás. És hogy ezen a másoláson túl tudunk jutni, és el tudunk jutni odáig, hogy saját önálló alkotásokat hoznak létre. Hát köszönjük, hogy vagytok. Köszönjük, hogy ilyen sok mindent megtudtunk. Köszönöm én is. Köszönjük, hogy itt voltál még egyszer. Köszönöm.